Focista akartam lenni szerintem, mint minden kisgyerek. Aztán lett egy elég komoly sérülésem 14 évesen, és akkor kellett valami pótcselekvés, úgyhogy elkezdtem rapszöveget írni. Tinédzserként, amikor először gitárt fogtam a kezembe, megtanultam egy akkordot, és abból az egy akkordból írtam egy dalt, és akkor az ilyen automatikusan jött. Igazából bennem egy olyan erős, kényszeres vágy alakult ki, hogy én rapsztár akarok lenni. Hogy ez hogyan fog történni, az egy másodlagos kérdés volt. Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, hogy hányszor volt csodét az ég fölöttem. Minden évben egyre komolyabban vettem azt, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és ami igazán sokat számít szerintem, az a rengeteg befektetett idő és energia. Én csak teszem a dolgom és ennyi, de ebben nem állít meg senki. Szerintem zenélni nem azért zenélek, hogy mások lássák, meg sem fordult a fejembe, hogy nem akarom megmutatni. Habitusomból is adódóan nem nagyon mentem én oda emberekhez, hogy csináljunk valamit, hanem mindig megtaláltak engem. Videó megosztó oldalon keresztül talált rám Diaz is, akivel később aztán elkezdtem dolgozni, és ő volt az, aki leginkább elindított azon az úton, amin most járok. A 2000-es évek legelején már csináltam folyamatosan a kis dalaimat, nagyon tetszett a lakótelepen mindenkinek, és hát kiderült, hogy Curtis nem olyan messze lakik tőlem, és akkor mondta, hogy ő szeretne ezzel foglalkozni, repzenéket szeretne csinálni, és csináltam neki egy csomó zenei alapot. Így került képbe az, hogy nekünk hármas dalunk legyen a Majkával. Míg a szívem ver, bármi lesz, a sírni lesz is okom, mindig ott leszelem a papírattól a mikrofon. Nagyon hirtelen és gyorsan történt akkor minden, és én szerintem erre nem is voltam felkészülve. Introvertált személyiség révén egy elég nagy kihívást jelentett színpadra állnom. Minden szakmában van olyan, amit nem szeret az ember, és a zenében van nekem a legtöbb olyan, amit szeretek. És ezért az, hogy színpadra kelljen állnom, az nem jelenthet problémát. Akarsz együtt a sötétben menni? Ez egy nagyon rögös út, és tele van hullámvölgyekkel, és ezek a pillanatok azért minden előadóra rosszul hatnak szerintem, mert megviselik a lelkünket. Ez egy nagyon fontos helyszín az én életemben, ugyanis rengeteg rebbulit szerveztem itt régebben. Mikor lesz szilárd az édesanyám, mikor láthatja már stabilnak fiát, mondd! Figyeltem az előadók mozgását, színpadi jelenlétüket, és nagyon sok dolgot tudtam én ebből elsajátítani, tanulni és egyáltalán meríteni az egészből. Azt szokták mondani, hogy a tehetség előbb-utóbb utat tör magának, és amikor ez bekövetkezik, akkor szinte elkerülhetetlen, hogy találkozz más előadókkal. BLR-rel is nagyon jól megtaláltuk ezt a közös hangot. Még egy jó pár közös dalunk készült, és úgy éreztük, hogy ez a dolog kicsit kinőtte magát, és jobb lenne egyel magasabb fokozatba kapcsolni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél. De... szerettünk volna többet, szerettük volna megnézni azt, hogy ez a magyar zenei hip-hop szakma, ez még milyen kis izgalmakat tud magában rejteni. Az életem egy kalandregény, a versem a magány, a szeretőm a remény. Takács Gergő érkezése egy óriási mérföldkő a Follow the Flow életében. Nem lesz több üzenet, itt hagyom mindenemet. Tehát még egy szövegíró a csapatban, egy zseniális dalszerzés, talán egy még zseniálisabb énekhang. Szerencsére mostanra kialakult egy kis csapat körülöttem, akik abszolút támogatnak abban, hogy meg tudjam valósítani az elképzeléseimet. Mind a hárman a frontban elég érdekes utat jártunk be, és meglehetősen alulról érkezünk, és az, amiért eddig dolgoztunk, az nagyjából most érett be. Maradok távol!